és természetesen itt lesz mindenki, aki számít. Tehát Martin Hirsch. És igen, a 14 éves serdülő fiúknak mondom, Serenit is. Azt akartam mondani, ami eszembe jutott az intro közbe, hogy most már Hirsch teljes állásban nekem dolgozik, ugye, mint community manager. Martin is tulajdonképpen velem dolgozik, a csodálatos vizuális tehetségének köszönhetően az Instagramon. Szóval szerint milyen érzés, hogy te vagy itt egyedül, aki nem kap tőlem pénzt? Elég szomorú egyébként. Seggel állj észak felé, szerint. Nem fog. Seggel álljak észak így. Ott forog a fenekénél az iránytű. Ja, aha. Hagyd nézzem az iránytűdet, szerint. Légy szíves, hadd nézz. Hagyja pikén. Stop! Állj, stop! Serenit! Ja nem, valaki okos. Martin! Ne. Gyere! Emotional, damn it! Inkább megyek Discordra. Egyébként én is fosós vagyok. Egyébként nagyon. Fosós, nézd meg! Ott egy önbevallás konkrétan. Hello! Hello? Ja. Szóval... emésztési gondok vannak, vagy mi? Nagyon hangos vagy, ez például egy gond. Hát, de mondjuk az emésztésedet ez nem befolyásolja, de halkíts le, mondjuk. Az emésztés. Hát benyomtam a Discordot, és azt hallgattam, hogy épp fosol. Kiléptem Steambe, hogy Hirkszen segítsek, és megfartja. Jaj, nagyon hangos a zene. Hát halkítsad le a zenét! Mit? Nem hallod, bocs. Meg az sokszor. Szórakozás. Hirsch, megölöd a szellemet, Lészi? Nem. Akkor mi megvárjunk ide. Ennyi. Köszönjük, nagyon lovagias vagy, Hirsch. Hát nem, az... Ott, de valaki ott ül a székben. Hol? Mi? Csak mondom, ott. Hát a hulla. Az nem baj, azokkal nincs bajom. Semmi gond, ketten vagyunk, Serenit. Semmi gond. Ja, én járok az üvegen. Ott jön, picskold le! Picskú már! Picskúd le! Nem tudom, le picskúd! Most mit csinálok? Haló. Hát megnyered, ott a következő küldetés, az árvaházba kell menned. A parabolikus mikrofonnal. Na, ezt egy csomóan akarták, Serenit Pov, ugye? Többen rákerestek már a Google-ben, de valószínűleg nem ilyen tartalomban reménykedtek, de most akkor mehet. Hogy támasztalak fel titeket? Mehet, ott potyognak a kis csimoták az égből. Fótú. Ahogy ti nagy néni. Rezurektáció. Haunt Chaser. Hello. Oh, hello. Na, közben itt rámegy egy szoborra, hát és még én vagyok a pervers. Church. Baldwin House, Alter Elevator, Orphanage. Az kell az orfanásba, nem, akkor szépen... Nem, nekem ti kellettek! Hát ezt köszönöm szépen. Már itt csak, mert félek, amúgy nem. Legcukibb dolog volt, amit valaha mondtál. Hú, már innen! Aj, ne, ez egy pince! Jaj, ne! IMF! Nincsen valahol loot? Nem tudom, ár vagy... Te is láttad? Töré? Haló? Halál. Elvesztettük Serenit. Lefotózom az utókornak. Mi szóval? Hívjátok a szellemírtókat. Az a baj, hogy mi vagyunk a szellemírtók. Ghostbusters! Enter the church. Hát, de a kertbe lehet. Hát de lehet, hogy a kertbe kell csak bejönni. Kérdezik, hogy Serenit, te szoktál-e fortizni? Hogy mit csinál? Igen, csak fortizni szoktam. Nagyon helyes. Na jó, addig mi a legtöbb válás legfőbb oka? A házasság. Ja, meg vagyunk ready. Na jó. Ne üvöltözni, takarodjál, azaz, nagy... Nice. Itt szellemírtó vagy.
nem erre van amúgy a ízítőkre. Semmi gond, mi a professzionális műsorvezetők kivágják magukat a legnehezebb szituációkból is. Mi az reggel ugat, este úszik, az anyós műfogsora. Ne vessetek már meg! Aj, de f***a ez a stream, te! A vadászat folytatódik, hölgyeim és uraim, az egyetlen lány, aki a nézettséget hozza, és a férfiak, akik gondolkodni tudnak, meg is kezdik. Halló? A szem... Mármint, hogy... Kinek is van egy doktori címe négyünk közül? Ha, na hát ezért jár a taps, ezt még élőben meg sem ünnepeltük, hogy ledoktoráltál. De most azt mondják a chaten, hogy nem lehet videójátékozni, mert hivatalos Piastri a McLarenbe, és most az fontosabb. Na jó, viszlát. Én már feldolgozom egyből a chat üzenetet. Nekünk szerencsére nincs Twitterünk, úgyhogy nem tudnánk ezeket soha meg, úgyhogy köszönjük szépen. Nézd meg, ez Serenit ma már most annyira sós, hogy ennél sósabb nem is lehetne. Nem, én nagyon bátor vagyok általában, én csak a vérvételtől félek. Nem fáj az, nem. Én felajánlottam. Várjál, mert itt volt Serenit, és azt mondja nekem, én így kényelmesen már lefekvéshez készülődök, ő meg lopja a bort épp a hűtőből, és azt mondja nekem, ne fossá, majd lecsapolom én. Mondom, haló? Nem lelkesedett az ötletért egyébként. Azt mondja, állatorvos vagyok, megoldom. Na, jó. De nagyon félelmetes hangot adott ki, nem itt tetszett. A Csumbavambató közepén élt egy öreg asszony a 60-as években. Annyit nekem lehet tudni. Mindegy, adjanak egy fegyvert. Egy nagyon sok fegyvere volt. Úgy hívták, hogy... Itt is egy ezt is felváltam, de egy visi. Nem mesélem el akkor a Csumbavambató magányos házának a történetét. Parasztok vagytok. Good work, good work. Nagyon jó team, nagyon jól bizonyított. Milyen aranyos ez a kép az ágy fölött. Melyik? Ott. Hát nagyon. Állj oda, mert kicsit hasonlítotok is, most akartam mondani. Köpi. Az a Vekna futás! Nézzétek, ez volt az az ágy, ahol 83-ban a nagyláb megerőszakolta Marika nénit. Azóta emlegeti azt az éjszakát. Itt volt az. A nagyláb vagy Marika néni? Mindenket. Nyugalom! Földrengés! Ezek egyértelműen Yetire utaló jelek! A Serenit arra kérnélek, hogy helyezzed magadat erre az ágyra, légy szíves! Oda másszál be! Légy szíves, oda! Kérlek! Nálam van a fegyver! Serenit! Nálam van a nagy fegyver! De ez nagyon fontos, hogy... Nem szeret. Nagyon fontos, bevilágítom a helyszínt. Az a lényeg, hogy Marti meg én bebújunk ebbe a szekrénybe. És akkor jön a nagy láb. Mindjárt megjön, és nincsen az ágyban egy szűz. Hát anélkül nem lehet megidézni. Why you bully me? Hát nem kooperál velem a csapatom. Hány történjen? Hát, telefonos segítséget kérhetsz vágó úrtól, megmondja, hogy A. Ön meg van b***odva, B. A. De hogy? Fel tudlak szedni titeket amúgy, mivel nem tudom fölvenni a totemet. Na várjál, túlélési tippek a chatről, figyelj! Azt mondják, hasra... És tényleg felhívtam. Nem ijedtem meg, Serenit? Félsz mi? Leestél az... Halló? Nem rajtad, hanem veled. Hívjam a mentőket? Serenit? Meghalt. Tész.